Hazánk egyik vezető telekommunikációs vállalata Mobilnet pályázatot írt ki, méghozzá elsősorban az egyetemisták számára. A Corvinus, a Műszaki és a Képzőművészeti Egyetem diákjai azt kapták feladatként, hogy a szélessávú mobil internet szolgáltatás lehetőségeit kiaknázzák. A kiírt témák között szerepelt a mobil web lehetőségeinek feltárása, multimédia alkalmazások létrehozása, de a képzősök a Mobilnetre írt interaktív média művészeti alkotásaikat is bemutathatták. A kiíró cég nem titkolt célja ezzel az is, hogy szolgáltatóként új ötleteket szerezhessen, és a szakembereik megismerjék, mit is alkottak valójában, hiszen a beláthatatlan lehetőségek közül még csak az alapokat ismerik. A vezető szerint erre már csak a jövő generációjának van tehetsége. Azért mentünk az egyetemistánkhoz, mert úgy érezzük, hogy övék a mobil internet tulajdonképpen. A technológia megvan, gyakorlatilag az ország lakosságának 50%-a ma már igénybe veheti, vannak készülékek is, de igazából senki nem tudja, hogy mi is az a mobil internet. Ugye az internet kijött a lakások, irodák falai közül, bekerült az emberek kezébe, most tanulják meg alkalmazni azokat az alkalmazásokat, amik lehetővé váltak ezzel a gyors internettel. Most én úgy érzem, hogy ez a technológia, ez már nem az én generációm, és sőt nem is az előttem lévő generáció. Én használom egy pár alkalmazását, e-mailezek, browsingolok ugye az interneten, de ezek ilyen nagyon klasszikus, nagyon hagyományos alkalmazások. Az, hogy mire alkalmas igazából ez a technológia, én úgy érzem, a fiatalok fogják megfejteni. Azok, akik ma egyetemisták, sőt megkockáztatom, azok, akik ma még általános iskolában vannak, és akik már a képernyőkön nevelkedtek föl, akiknek ez a három képernyő, a tévé, a laptop, meg a mobiltelefon, az egyik legfontosabb kommunikációs eszköze. Szerintem ők fogják megfejteni azt, hogy ez a nagyon komplex szolgáltatás, ami elérhetővé válik a mobil internettel, azt mire fogják alkalmazni, mi lesz az a pár szolgáltatás, ami nagy karrier futhat be ezen a technológián. Rengeteg érdekes megoldást láttunk, és annak ellenére, hogy viszonylag rövid idő állt rendelkezésre a pályázatok elkészítéséhez, nagyon sok gondolatébresztő anyaggal találkoztunk, egész biztos vagyok benne, hogy közelebb hoz minket a megoldáshoz.